A 21. századi hatalomtechnikának része ez a fajta kifárasztás, amit a Kaczyński csinál, meg amit hát Magyarországon a Habony meg az Orbán előad. Tulajdonképpen ez olyan, mint amikor a horgász a halat fárasztja. Kicsit enged, kicsit húz, kicsit feszeget, akkor hogyha ott befeszül, akkor azt elengedi. Ez az a művelet, amit a Gyurcsány például nem tudott. Ez nem volt érzéke. Tehát, hogy ő a vizitdíjra is ráfeszült. Nem tudott engedni, nem tudta elengedni. Ahogyan az Orbán Viktor ezt a netadó kérdést, ezt így elengedte, ezt a vasárnapi bolt bezárás kérdést, ezt így elengedte. És így pontosan ez zajlik, felgerjeszteni a társadalmat, felgerjeszteni a társadalmi energiákat, és amikor már robbanna, szépen elengedni, hagyni, hogy nyerjenek. Megint lecsihad. Aztán megint gerjeszteni, a megint szurkálgatni egy kicsit, hagyni, hogy fölgerjedjen. És amikor már gerjedne, amikor már csapna át a hullám, megint kihúzni alóla az ügyet, és megint hagyni, hogy így, hogy visszacsituljon. És ez egy játék, ez egy folyamatos játék. Tulajdonképpen a 21. században ez a pillanat uralását egészíti ki. Ez a technika. Ez a hatalomtechnika, ennek a célja valójában nem a népszerűség, hanem a teljes fásultság és közöny. És ez tulajdonképpen itt Magyarországon a nemzeti együttműködés rendszerének nagy részt már sikerült is elérnie, a társadalmat teljesen kifárasztani, és a receptorait elnyűni. És a végső állapotban a társadalom már képtelen megmozdulni. Már a tanult tehetetlensége olyan mértékű, nincs meg az élménye, hogy győzni tud, mert minden alkalommal, amikor a saját erejét kezdi megélni, a hatalom kirántja alul azt az ügyet, ami megszervezte őt. És ő visszazuhan a semmibe. Igen, újra meg kell mozdítania magát. Mert tudjuk jól, hogy egy autónak is mindig állóhelyzetből nagyon nehéz. Az emészti el a legtöbb energiát állóhelyzetből megindulni. Amikor már gurul az autó a gyorsulás, az már egy sokkal kisebb energiát igénylő feladat. Ugyanezt történik. Azon a kérdésen gondolkodjunk el etárkörben, hogy akkor vajon, még ehhez hozzátartozik, ugye, miről fog szólni a 2017? Mit mondott Orbán Viktor? A lázadás kora. Azt mondja a hatalom, hogy lázadunk. Mindenki lázad. Mindenki lázad, de pont ez a lényeg, hogy ezeket a lázadó energiákat, ezeket ő is használja. Itt mindenki lázad. Vona Gábor Orbán ellen lázad, az Orbán az Brüsszel ellen lázad, mindenki lázad, ez a Hillary Clinton az lázad a fegyverlobby ellen, Donald Trump az lázad a PC ellen. Mostanában egyre gyakoribb, hogy ezt a nem is tudom, verbőciánus világképét, ezt ilyen 68-as szólamok mögé rejti, és lázadásról beszél, meg ellenkultúráról. Most azt mondta, hogy ellenkultúrát fogunk csinálni, már nem úgy értette, hogy most akkor a gumicsizma jön divatba, hanem az, hogy mi leszünk az a kultúra, aki ezekkel az intézményekkel szemben áll, és úgy csinál, mint hogyha ő az intézmények lebontása lenne, és nem az intézmény. Bocsánat. Puzsér kollégának a hasonlatát szeretném még tovább finomítani ebben a járművel, amit nehéz megmozdítani, de ha már megy, akkor könnyen megy. Ami itt a fő problémát látom, és az pedig az, hogy azt a járművet meg se lehet mozdítani, aminek mindegyik kereke másfele szeretne menni. Mert és most fölállok, hölgyeim és uraim, és azt mondom, az együttműködés. Igen, az együttműködés, ez az, ami minket ennek a hiánya különböztet meg minket a lengyelektől, meg mindenki mástól, hogy képtelenek vagyunk együttműködni, és mielőtt elindulna az a jármű, már is ezerfele akar elindulni, ahelyett, hogy kitűzve a célt, egységesen azt érjük el. Pedig négyen ötten milyen jó betolnánk. Én ezzel egyébként teljesen egyetértek. Fontos nemzeti probléma. Az a baj, hogy ebben a járműben, ott ül Gyurcsány Ferenc, meg Szigetvári Viktor is. Na itt van a baj. Kit érdekel? A cél a lényeg. Már is elkezdesz gyurcsányozni. Ez hihetetlen. Tudom, de hát ez van. Összefogás.